Zajlanak a karbantartási munkálatok a szekszárdi strandon. A kivitelező cég dolgozói az élménymedencékbe új burkolólapokat raktak le. Mintegy 105 négyzetméternyi felületet burkoltak újra, és 1200 négyzetméteren javították ki a fugát a medencékben. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondta, az ilyenkor szokásos karbantartáson felül néhány plusz munkát kell elvégezni, de legkésőbb július 1-én kinyithat a szekszárdi strand. 70-80 ezer látogató van évente, most egy kicsit övidebb lesz a szezon, hiszen 7-1-től nyit ki, miközben májusban szokott, úgyhogy biztos kevesebben lesznek. Ami nagyon fontos lesz, hogy a létszámot figyelnünk kell, tehát azért az állványügyi előírásokat be kell tartanunk, illetve a feltétlenítések nagyon komoly szerepe lesz. Közben az úszoda építése is zajlik, úgyhogy egy bizonyos részt elfoglal a strand területéből. Fertőtlenítik a medencéket a fürdő dolgozói. Ezt gyakrabban teszik meg majd a nyár során, mint egyébként szokták. Szigorúbb szabályok léptek ugyanis érvénybe a járványügyi helyzet miatt. A strandolóknak például másfél méteres távolságot kell majd tartaniuk, továbbá egy meghatározott létszámon felül nem szabad a medencékben fürödni, így például az ülőmedencében 49 helyett 35-en tartózkodhatnak majd. A szabályok betartását felügyelők ellenőrzik, belőlük többet alkalmaz majd a fürdő a nyáron, mondta Szabóné Tengerni Mária, a szekszári családbarát strand és élményfürdő vezetője. Az élmény ülő gyerekmedence 4 négyzetméter per fő, az úszó és a csúszdamedence 5 négyzetméter per fő, tehát erre kellett átszámolni az eddigi üzemeltetési szabályzatba szereplő 990 egyidejű látogatható létszámot, és ez most 775 főre csökkent. Tehát egy időben, egyidejűleg ennyit tudunk beengedni a fürdő területére. Várhatóan a jövő héten befejeződnek a karbantartási munkálatok a szekszárdi strandon, és július 1-én kinyithat a fürdő.